Sziasztok! Én Tünde vagyok, én pedig Miki. A mai videóban Stuart Turtonnak az Evelyn Hardcastle 7 halála című könyvéről fogunk beszélni. Vak vagy, ha túl keveset tudsz, ha viszont túl sokat, megvakulsz. A Blackheath háznak 3 szabálya van. Evelyn Hardcastle-t este 11-kor meg fogják ölni. 8 nap alatt 8 különböző szemtanú bőrébe bújhatsz. Csak akkor engedünk szabadon, ha elárulod nekünk a gyilkos nevét. A főszereplő, Aiden Bishop kezdetben még ennyit sem tud. Felébred, és teljes amnéziában szenved, nem emlékszik még a saját nevére sem. Egyedül arra, hogy egy Anna nevű nőt valószínűleg megölték. Minden nap ugyanazt a napot éli újra, de mindig különböző gazdatestben ébred fel. A történet valószínűsíthetően körülbelül az 1920-as évek környékén játszódik. Ezek miatt úgy szokták jellemezni, mint ami az Agatha Christie regények, a Downton Abbey, a Quantum Leap és az Idétlen időkig keveredése. A történetről először spoilermentesen fogunk beszélni, és akkor később majd áttérünk a spoileres részekre. Ezt majd jelölni is fogjuk a videón. Már a cím is nagyon izgalmasnak ígérkezett, és miután leolvastam a fülszöveget, tudtam, hogy ezen a történet nekem kell, úgyhogy amint lehetőségem adódott, azonnal be is szereztem. Ezt a történetet közösen olvastuk. A történet abszolút megfelelt ennek az elvárásnak, nagyon izgalmas volt, és nagyon gyorsan lehetett vele haladni. Amellett, hogy izgalmas történetre számítottam, nekem az volt az előzetes elképzelésem, hogy mivel 8 különböző karakternek a bőrébe fog bújni a főszereplő, ezért az írás is ennek megfelelően fog változni valamilyen szinten, és ezt is megkaptam, mert a különböző karaktereknek, ha más hangja nem is volt, mert ugye ugyanaz a személy gondolkodott, De a gondolkodásmódját befolyásolta az adott gazdatestnek a személyisége. Volt egy gyáva orvos például, ravasz körmönfont bankár, volt idősebb ügyvéd, volt erőszakos természetű, elkényeztetett fiatalember. Igen, volt nagyon, nagyon ilyen forrófejű fiatalember, akivel küzdött is a szereplő Aiden, hogy annak a személyiségét felülírja, és az alapján ne azokat a dolgokat kövesse el, amiket az a szereplő sugallt volna. Ez egyébként szerintem rettentően érdekes volt a könyvben, és nagyon-nagyon örülök, hogy az író ezt az utat választotta, vagy hát ezt a megközelítést ennek a megvalósítására, mert szerintem az egy nagyon-nagyon érdekes gondolat és gondolatkísérlet, hogy mit az ember hogyan definiálja magát, és miket gondol, hogy mik formálták őt olyanná, amilyenné, és akkor belegondolni, hogy egy másik testben, annak a másik testnek az impulzusai hatására, tehát pusztán akár már csak a fizikai impulzusok hatására, amik a testből adódnak, mennyire különbözően viselkedne az adott ember, illetve hát ez is nagyon nagy szerepet kapott a könyvben, mert volt ugye, aki idős volt, és nyilván ez tehát a mozgásában, meg ugye az egész életvitelében érződött fájdalmai voltak, stb. Volt olyan, aki nagyon-nagyon túlsúlyos volt, nagyon nehezen mozgott, nagyon nagy volt az étvágya is, és ez szintén megint csak olyan teljesen más testérzeteket adott a főszereplőnek, amiket előtte nem ismert. És volt olyan, akinél érezte, hogy rettentően erős, volt olyan, akinél érezte, hogy gyorsabban forog az agya, gyorsabban tud gondolkodni. És hát emellett, ami még nagyon érdekes volt, és különösen érdekes volt, hogy ugye, mint azt említetted, hogy a jellemük is nagyon-nagyon nagy hatással volt rá, akinek erőszakosabb volt a természete, ott nagyon nehéz volt megállnia, és teljesen más döntéseket hozott, aki savarosabb volt, és manipulatívabb, az sokkal kevésbé nézte másoknak az érdekeit,
és kicsit más volt a különböző karaktereknek az erkölcsi iránytűje is, és szerintem ez volt ennek a könyvnek az egyik legérdekesebb aspektusa, hogy ezt magát ezt a gondolatkísérletet kivitelezni, és ez nagyon jól is kivitelezte az író, és ennek nagyon örülök, mert ez szerintem egy nagyon érdekes téma, és nagyon sokat érdemes szerintem ezzel foglalkozni. És szerintem nem csak írói szempontból volt ez nagyon érdekes, hanem olyan szempontból is érdekes volt megfigyelni, hogy maga a szemszög karakter, Aidan, mennyire empatikusan tudott időnként hozzáállni az adott gazdatestnek a múltjához, és emiatt jobban át tudta érezni, hogy melyiküknek milyen a viselkedése. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes volt benne, hogy maga a szemszög karakter reflektált ezekre, tehát ő tudatosan észlelni tudta azt, hogy leggyakrabban észlelni tudta, hogy mi az, ami a gazdatestétől érkező inger vagy gondolat, és tudott ezekre reflektálni, ugyanakkor nem feltétlenül tudott nekik ellenállni. És igen, az is nagyon érdekes volt még, ahogy haladt előre a gazdatestekben, úgy egyre inkább mondhatni eluralkodtak rajta, és egyre az elején ugye nem volt semmilyen emléke, sem saját magáról, sem a gazdatestéről, és ez idővel folyamatosan változott, és egyre inkább a gazdatestek felé tolódott el, és a jellemükkel is átvették felett elég gyakran az uralmat, plusz nagyon sok emlékük is már visszatért, vagy hát ő is már ismerte az nagyon sok emléküket. Ezek mellett egyébként a stílusa is nagyon egyedi az írónak, nagyon-nagyon kifejező hasonlatai vannak, és mindezzel együtt úgy, hogy nagyon különlegesek, abszolút nem elcsípeltek, nagyon egyediek, ez nekem személy szerint nagyon tetszett. Nekem eleinte egy kicsit cirkalmas volt a megfogalmazás, én kicsit túlírtnak éreztem, és azon gondolkoztam, hogy ez mennyire a karakter, annak a karakternek a befolyása, aki a gazdatest igazából. És hát igazából ez idővel csökkent, szóval elképzelhető, hogy tényleg így volt. Igen, egy idő után határozottan érezhető volt különbség a gazdatesteknek a narrációjában. Nem, abszolút nem szélsőségesen. Nem. De határozottan érezhető volt. És akkor elérkezett az idő, hogy spoileresen beszéljünk a történetről. Igen, hát nem sok mindent lehet a történetről igazából spoiler nélkül mondani, úgyhogy innentől fogva minden, ami elhangzik, az spoileres lesz. Az egyik fontosabb spoileres tartalom, hogy azt gondolhatnánk, hogy minden egyes nap egy karakter. És hogyha vége a napnak, akkor a következő nap egy új karakter jön. Ez nem egészen így alakult. Vannak olyan szabályok, amik azt tették lehetővé, hogy bizonyos karakterek visszatérhettek. Például, hogyha az egyik karakter elaludt, vagy eszméletét vesztette, akkor egy másik karakter előjött, és amikor az a karakter újra visszanyerte az eszméletét, vagy felébredt, akkor újra ő került előtérbe. Vagy mondjuk inkább úgy, hogy nem az, hogy a karakterek tértek vissza, hanem abban a napban tért vissza a főszereplő, amikor abban a gazdatestben volt, és annak a napnak az a nap folytatódott számára onnan, hogy az a gazdatest előzőleg elaludt, illetve eszméletét vesztette. Tehát tulajdonképpen olyan ez a nap, mint hogyha mindig ugyanazt a napot élné újra, és mindegyik nap, minden 8 gazdatestében ő jelen van, tehát amikor találkozik például egy korábbi gazdatestével, akkor abban ugyanúgy ő maga van, és megéli ugyanazokat a történéseket és jeleneteket, amiket már az előző gazdatestként tapasztalt, és ugye a korlátozott információi is ehhez kapcsolódnak nagyon sokszor. Igen, és azt hiszem ez volt az egyik legnagyobb meglepetése a történetnek ilyen szempontból,
és sok lehetőséget is rejtett magában. Például volt, hogy az egyik karakter, az egyik gazdatár segítette a másikat, vagy éppen továbbvitte, vagy félre esetleg. És itt nagyon fontos, hogy az ember mennyire függesztette fel a hitetlenségét a regény olvasás elején, vagy mennyire kételkedve fogad minden információt, és mennyire már az első mondatoktól kezdve úgy olvassuk, hogy megpróbáljuk feltörni ezt a kemény diót. Martin McDonagh-nak van a Párna ember című darabja, amiben a főszereplő Katurian Kakaturian egy író, és ő mondja el azt a nagyon fontos tételt, hogy az írás első szabálya az, hogy mit tudunk, ha valaki bejön a szobába, és azt mondja, hogy meghalt az anyád, akkor mit tudunk azt, hogy meghalt az anyád? Nem! Azt tudjuk, hogy ez az ember bejött a szobába, és azt mondta, hogy meghalt az anyád, és ezt a gondolatot nagyon fontos észben tartani már a könyv elejétől fogva, mert nagyon megbízhatatlan narrátor Aidan Bishop a saját amnéziája miatt is, és a saját előfeltételezéseit teljesen félre tudnak vinni. Úgyhogy, ha ezt a gondolatot az ember észben tartja, hogy nem azt tudjuk, hogy mit tudunk, azt tudjuk, hogy valaki azt mondta, vagy valaki azt feltételezi, hogy ezt tudjuk, akkor nagyon meg tudjuk könnyíteni a saját dolgunkat abban, hogy ne gabajodjunk bele végtelenül ebbe az amúgy rettentően bonyolult, nem meglepően, rettentően bonyolult hálóba, amit az író nagyon, nagyon, nagyon mesterien megfont, szőtt, pont, szőtt. Érdemes jegyzetelni egyébként az elejétől fogva. Igen, mi körülbelül olyan, nem tudom, 150 oldal után jöttünk rá, hogy oké, ezt elrontottuk, az elejétől fogva jegyzetelni kellett volna, és pontosan úgy, ahogy Anna írta föl a naptörténéseit, nekünk is kellett volna egy ilyen kis jegyzetet, hogy hány órakor ki hol van, mit csinál, és ki mit mondott. Egyébként azt nagyon jól csinálja az író, hogy nagyon sokszor emlékeztet olyan információkra, amiket egyszer elmondott. Nagyon sokszor fordult elő, hogy elhangzott valami, és akkor az, aki éppen hallgatta a felolvasást, megkérdezte a másikunkat, hogy de várjál, ez hogy is volt? És akkor kiderült, hogy a következő mondatban az író megválaszolta ezt a kérdést, tehát valószínűleg nagyon jó érzékkel le tudott érezni arra, hogy mikor is felejtette el az olvasó már azt, hogy ez hol is volt, és mit is jelentett. Aidan Bishopon a főszereplőn kívül még van három nagyon fontos karakter a történetben, vagy hát négy, hiszen Evelyn Hardcastle-nek a halálára szól, nyilván ő is fontos. Tehát a másik három karakter, az egyrészt az a pestis doktornak nevezett karakter, aki ugye egy pestis doktor állarcban és köpenyben az identitását titkolva járkál fel alá, jelenik meg mindig nagyon titokzatosan valahogy pont ott, ahol az Aidan Bishop egyedül van, és felvilágosítja őt arról, hogy mi is történik itt, már persze azért nem annyira egyértelműen, csak olyan kicsit homályosan, mert miért ne, és elmondja neki a szabályokat, és ő az, aki elárulja neki azt is, hogy nincs egyedül, hanem kettő másik személlyel versenyezik azért, hogy megfejtse a gyilkosságot, és kijuthasson erről a helyről, vagy időhurokból, vagy akármicsodából. Az egyikük Anna, aki egy kicsit más helyzetben van, mint Aidan, ő ugyanis nem mindig más gazdatestben ébred fel, hanem mindig ugyanabban egy szobalánynak a testében, és ő minden egyes nap mindent elfelejt. És van a harmadik nagyon fontos karakter, aki az Inas, aki pedig az elejétől fogva mindenhol, ahol csak tud, megpróbál keresztbe tenni Aidan Bishopnak, és az összes gazdatestét ki akarja nyírni. És igen, hát egy idő után eléggé hatékonyan működik ebben. Igen, arra számítani kell, bár nyilván ez már egy spoileres rész, szóval
Valószínűleg olyanok nézik, akik már olvasták a könyvet, de azt tudni kell, hogy elég véres jelenetek vannak benne, elég brutális, úgyhogy azért hát egy olyan 16-os karikát legalább adnánk neki. Ha eddig esetleg úgy nézted a videót, hogy nem olvastad még a könyvet, akkor most már tényleg extra spoilerek fognak következni, hogyha nem akarjátok, hogy az megtudni az egyik végső point, akkor most már innen tényleg ne nézzétek tovább. És szóltam. Tehát, ugye kiderül, hogy ez az egész valami időurak, ez tulajdonképpen egy börtön, amiben ugye Annát valamilyen hatalmas nagy emberiség ellen elkövetett büntettekért zárták be, és Aiden Bishop azért érkezett ide, mert a húga az az egyike volt azoknak az embereknek, akiket ez az Annabelle megkínzott és megölt, és a bosszúvágy hajtotta ide, és önként jelentkezett arra, hogy részt vehessen ebben az időhurokban. Nekem ezzel volt egy kis problémám. Én szerettem volna több érzelmet kapni ennek a hátteréről. Szerettem volna többet megtudni magáról a börtön működéséről, vagy hogy hogyan zajlik ez az egész. És mindenképpen jó lett volna tudni, hogy egészen pontosan Annabelle mit követett el. És ha nem is pontosan, de egy kicsit kapni abból, hogy Aiden mit érzett ezekkel kapcsolatban, mert hogy előfordul olyan, hogy a múltjának az emlékei beszüremlenek a gazdatesteknek a gondolkodásába, tehát itt lehet volna rá jobban lehetőség, de ebből elég keveset kaptunk. Itt inkább arra hagyatkozott az író, hogy valószínűleg, hogy végig tudjuk gondolni, hogy milyen lelki folyamatok játszódtak le a karakterben, milyen érzés az, hogy megölték a testvérét, és milyen érzések vannak emiatt Anna irányába. Én egyébként úgy gondoltam, hogy az író részéről ez inkább volt szándékos, mint sem egy hiba. Mert ugye nagyon fontos végig a rehabilitációnak a témája, bár ugye azt állítják a börtön készítői, hogy ez egy rehabilitáció, de aztán végül nem annyira szívesen akarják elengedni a rabokat, hogy elhinni róluk, hogy sikerült rehabilitálódniuk. És hát igen, látni akarják, hogy tényleg végbe ment a személyiségükben az a változás. És viszont ugye Aiden Bishop, amikor ebbe a legutolsó időhurokba belekerült, amiről ugye a könyv is szól, addigra már ugye eltelt 30 év, és az időhurok elején nem emlékszik semmire, sem a gazdatestei emlékeire, korábbi időhurkokból, sem a saját, akár régi, akár időhurkos emlékeire. És ugye Annával is úgy ismerkedik meg, hogy abszolút pozitív felé a hozzáállása, meg akarja védeni, és ki akarja juttatni ebből az időhurokból őt is mindenképpen. És tulajdonképpen Anna ugye tiszta lappal indulhat előtte így, és szerintem az lehetett a szándéka azzal, hogy az olvasónak is ugyanígy mutassa be Annát, és ugyanezek az előfeltételezései lehessenek az olvasónak is. Mert azt szerintem nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy az mekkora fájdalmat és dühöt válthat ki egy emberből, hogyha egy szerettét megkínozzák és meggyilkolják, és nagyon jól meg tudjuk érteni azt, hogy valaki ennyire szörnyű bosszút esküszik, és elkötelezi magát arra, hogy 30 éven keresztül kínozza egy ilyen időhurokban azt, akit ennyire gyűlöl. Viszont ha érezzük, egy picit is együtt érzünk ezzel a gyűlölettel és dűvel, akkor viszont már nagyon nehéz utána szerintem ténylegesen a megbocsátással is együtt érezni, és szerintem az írónak fontos volt, hogy az olvasó átérezze azt, amit Aiden Bishop átérez,
ezt a feltétel nélküli megbocsátást ő ugye tényleg teljesen elhitte, hogy Anna az már nem az a szörnyeteg Annabel, akit ő is annyira gyűlölt, és aki azokat a szörnyetetteket hajtotta végre. Bár ezt ugye tényleg csak az ő meggyőződéséből tudjuk, nem kapunk olyan szemszöget, amiből kiderülhetne, hogy ez tényleg így van-e. És ezt szerintem az olvasó is csak akkor tudja átélni, hogyha ezeket az érzelmeket kapja meg elsődlegesen, a megbocsátásnak és a tiszta lappal indulásnak az érzéseit, és a múlt szörnyűségeit leginkább egy rossz emlékként, mint sem nagyon erősen átadott érzelmekként tudja megélni. Ehhez kapcsolódóan egyébként nekem többször is eszembe jutott a könyv olvasása közben a purgatóriumnak a koncepciója. Ugye maga a könyv is reflektál kicsit erre, talán több karakter is, tehát több különböző karakter szájból is, mintha elhangzana ez a hasonlat, hogy ezt az időhurkot pokolhoz hasonlítja. És már amúgy a végkimenetele nem, abszolút nem közelít semmi ilyen metafizikai megoldásokat, de ugyanakkor metaforaként meg nagyon érdekes hasonlat ez, hiszen tényleg amikor végül távoznak az időhurokból, akkor tényleg mint egy újjászületve a bűnösök minden bűnöket levetkőzve és teljesen új emberként jutnak ki ebből. A könyv nagyon sok kérdést hagy ugye nyitva, amiket már említettél is, ugye konkrétan az egész börtönös háttér az egy ilyen skiccelbe felvázolt... Nagyon későn is jön be ez a dolog. Igen. És ugye van jó pár szabálya annak, hogy hogyan működik, amiket ugye elmond a Pestis doktor az elején Aiden Bishopnak, hogy hogyan működik ez Anna számára, hogyan működik Aiden számára, fura szabályok, és semmit nem tudunk meg ugye arról, hogy mi az oka annak, hogy az egyiknek így működik, a másikuknak úgy, már mint, hogy persze ők, az egyikük az rab, a másikuk önszentából van ott, de hogy miért így működik, a technikai részleteit úgymond, nem tudjuk meg, mint ahogy azt sem, hogy maga az egész időhurok, hogy van létrehozva, ez csak a fejükben van, vagy fizikailag, azt sem tudjuk meg, hogy mikor játszódik ez, hogy ez egy fiktív világ, vagy ez egy disztópikus jövő esetleg, de egyébként, mintha olyat említenének, hogy a Pestis doktor kedvezni akar Aidennek, mert hogy ő egy különleges eset, és ezért van az, hogy őre más szabályok vonatkoznak, nem? Hát meg eleve azért, mert ő önként van itt. Mert önként van itt, igen. De igen, ugye nagyon sokszor kedvez neki, ugye eleve azzal, hogy különböző sorrendben, minden időhurokban más sorrendben jelenik meg ő a gazdatestekben, sőt, mint később kiderül, nem is mindig ugyanazok voltak a gazdatestei sem. De tényleg a működéséről semmi nem derül ki, lehet, hogy ez egy alternatív jelen, lehet, hogy egy alternatív jövő, és tényleg a technológiájáról sem tudunk semmit. Arról, hogy ez mi annyit tudunk, hogy aztán kiderül, hogy ez egy tényleg megtörtént gyilkosság, amit nem bogozta ki. Igen, azt említik, hogy megoldatlan ügyeknek a kibogozására szolgál gyakorlatilag, és említ is egy vagy két ilyen másik lehetőséget, és valamiért azt mondja, hogy de ez a legnehezebb, de ez sem magyarázza meg, hogy miért lenne ez pont nehezebb, mint bármelyik másik. Egy valami több száz fős hajónak azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Igen. Szóval nem igazán magyarázza meg, hogy ez miért olyan nehéz. Meg nem is csak az arról beszél, hogy nehéz, hanem hogy ugye olyan szempontból különleges ez, hogy itt csak hárman vannak gazdatestbe vándorló valakik, míg ugye a legtöbben ott ilyen legalább tizen sok személy vándorol különböző gazdatestek között, és versenyzik a megoldásért, és ha jól emlékszem, akkor ezt azzal állította párhuzamba, hogy ennek az az oka, hogy itt ilyen kevesen vannak, hogy Annának a bűne volt annyira rettentően súlyos, hogy ő ennyire különleges bánásmódot érdemelt. És egyébként nagyon sok más nyitott kérdés marad a végén, eleve a befejezés, nyitott befejezés, amivel nekem amúgy nem volt problémám, már mint igazából ezzel az egész nyitottsággal nem volt problémám nekem azért, mert
ha túl sok mindent meg akart volna magyarázni ennek a hátterébe, akkor annyira szájászmusabb hajlott volna szerintem a történet, hogy az egyszerűen nem fért volna bele azok közé, a zsáner keretek közé, amik között ő, ahonnan a kötetel indult, pláne, és ahol valószínűleg az író tartani akarta a könyvét is, meg saját magát is. Valószínűleg nem feltétlenül egy science fiction íróként akarná magát elsősorban definiálni. Mert ha jól tudom, ez az első ez könyve. Ez az első, igen. És készül belőle a sorozat. Ó, igen, azt nagyon várom, nagyon várom, nagyon, nagyon való ez sorozatnak, igen, abszolút és nagyon kíváncsi vagyok rá, és már előre félek, hogy mennyire akarják majd megerőszakolni az egész történetet, és hogy majd mennyire fogunk anyázni, hogy ez az úgy sokkal jobb volt a könyvben. Vagy aztán lehet, hogy pont nem. Van még egy-két olyan veszőparipánk, ami ilyen apró részletként kiemelnénk a könyvből. Az egyik az nekem az, hogy ebből az időugróban legalábbis kizárólag férfi gazdatestekbe helyezkedett bele az Aiden Bishop. Igen, én vártam is, hogy esetleg lesz majd köztük nő, de hát elég hamar kiderült, hogy nem. Igen. Jó, azért lehetett volna, mert még kb. Az utolsó gazdatest előttig is hát titok volt, hogy ki lesz az utolsó, de igen. Én még arra is vártam, hogy kiderül majd az Annáról is, hogy ő is igazából az egyik gazdateste, tehát én mindig mindent el tudok képzelni, és minden lehetséges. De nem, és pláne azért volt ez bosszantó, mert hogy annyira szépen csinálta azt, hogy a nagyon-nagyon különböző testi és lelki és szellemi adottságokkal és jellemzőkkel rendelkező embereknek a bemutatása, tehát iszonyatos nagy empátiával kell szerintem ahhoz rendelkeznie az írónak, hogy ezt ennyire jól vissza tudja adni, és miért nem indokolja semmi szerintem a történetben, én nem találtam benne semmi olyat, ami indokolná azt, hogy ne lehetett volna női gazdatestben is nyugodtan, és valószínűleg voltak olyan karakterek, ugye az indokolja, hogy melyik kiknek a gazdatest, kik lesznek a gazdatestei, hogy azok álltak a legközelebb a gyilkossághoz. De nyilván ez egy írói döntés, hogy te úgy döntesz, hogy a 8 ember, aki ennyire közel állt a gyilkossághoz, hogy a legtöbbet tudhatja róla, az ha, mind férfi. Holott tudjuk, hogy vannak olyan jelentős női karakterek a történetben, akik azért elég fontos információkat tudtak, és nagyon közel álltak az eseményeknek azokhoz a láncolatához, amik ezt az egész bonyolult, kibogozhatatlan gyilkosságot szegélyezték, úgyhogy én tényleg ez nekem egy fájó pont, hogy ezt nem kaptuk meg, és nem gondolnám, hogy az író ne tudta volna megugrani azt a részet, vagy a karakter Aiden Bishop ne tudta volna megugrani azt a részet, pláne előre haladva, amikor már annyira eluralkodtak rajta a gazdatestek, hogy ne lehetett volna teljesen hiteles egy nőnek a testében. Ezen kívül még szeretnénk kiemelni az egyik gazdatestnek a karakterét. Ez ugye Reston, a rendőrtisztnek a karaktere. És ez az a rész a könyvben, ami egy ilyen jutalomjáték szerintem, lehet, hogy magának az írónak is, de azoknak, akik ilyen krimi rajongók és Agatha Christie rajongók, meg minden ilyen csavaros krimi rajongók, azoknak egészen biztosan, mert egy az egyben, és nyilvánvalóan szándékosan, hozza azokat az írói eszközöket, amiket az ilyen krimik. Ő ugye klasszikus csavaros elmélyű nyomozó, aki mindent már előre tud, nem mindent, de nagyon sok mindent előre tud, és nem árulja el az olvasónak. Hanem szándékosan eltitkolja, amit én annyira nem szeretek, de teljesen, teljesen legitim ez ebben a helyzetben. És nyilván ennek a zsánernek ez az egyik jellemzője is lehet. És nagyon érdekes az, amikor a sok normál gazdatest után bejön ez, és amikor rájössz olvasóként, hogy most ez történik, most egy ilyen gazdatest van, aki ezeket eltitkolta, és úristen, és akkor tényleg teljesen ez az ilyen Agatha Christie érzésed, vagy hát Poirot, meg Sherlock érzésed. Meg ilyen film noiros is kicsit. Igen, 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 ez így abszolút előjön, és ez egy ilyen, ez egy kicsit egy ilyen fanservice szerintem. Igen, és volt is egy ilyen
vicces, amiben konkrétan úgy éreztük, hogy Agatha Christie-re akar utalni. Mondjuk én pont most olvastam az egyik történetet, nem mondom meg, hogy melyiket, nehogy spoilerezzek egy Agatha Christie történetet, amit esetleg elolvasnátok, de hogy utalt egy olyan esetre, amikor a családi örökségen ment a harc, és strihnin mérgezés történt. Igen, és abban a... És akkor teljesen arra gondoltunk, hogy hát itt biztos Agatha Christie-re akarjuk utalni. Igen, és meg is néztük egyébként nem rég ugye a Davis Hüsés sorozatból ezt a részt is, pont úgyhogy teljesen ez jutott eszünkbe erről, hogy ez tutira. Konkrétan ugye úgy emlegette, hogy nem rég volt egy ilyen esetem, és mindezzel együtt, hogy ugye maga a karakter is a szellemiségében abszolút egy Poirot-szerű karakter, nyilván a küllemében és az egyéb ilyen viselkedés egyében abszolút nem. Egy fiatal, nagyon, hát ő is egy kicsit ilyen, még forró fejű talán egy kicsit. Hát vagyok inkább úgy, hogy szerintem akciódús karakter, így megfelel a kor elvárásainak szerintem. Úgyhogy ez szerintem, én meg vagyok róla győződve, hogy ez egy Agatha Christie Easter egg, és amúgy továbbra is fenntartom, hogy lehet, hogy amikor azokat sorolja fel, azt a két másik fajta időhurgot emlegeti, ahol a hajón, nem tudom mik, meg nem emlékszem, mert mi volt a harmadik, hogy azok is valami, nem feltétlenül Agatha Christie, de el tudom képzelni, hogy azok is valami konkrét történetre akarhatnak esetleg utalni, de minden esetre ez nagyon vicces. Még egy érdekesség, ez így ránk vonatkozik igazából, hogy talán nekünk azért is volt ennyire hozzánk közel álló ez a történet, mert hónapok óta játszunk egy Time Stories nevű játékkal, ami arról szól, hogy időügynököket küldenek vissza megoldani ügyeket, akár valós a mi világunk múltjába, akár fiktív világokba, alternatív idővonalakba, és úgyhogy számunkra ez a visszautazós koncepció, ez abszolút nem volt meglepő. Nem akadtunk fent rajta. Igen, és itt is ugye a játékban is ugye ezek jelennek meg, hogy visszautazol egy gazdatestbe, és egyébként maga a játék is hozza azokat a dolgokat, amiket az író itt rettentő jól meg is valósított, hogy a különböző gazdatesteknek a fizikai és szellemi képességei, azok ugye ilyen különböző statok, meg képességek, dobásokban jönnek elő, hogy ugye a gazdatested lehet, hogy erősebb lesz, és harcban lesz jó, vagy meggyőző ereje lesz jobb, és hogy ugye váltogathatod, hogy milyen gazdatestben mész vissza, hogy ki tud használni, és jobban ki tud deríteni. Ott is ugye itt is úgy működik, hogy egy küldetés többször játszol végig, tehát mint ahogy itt is ismétlődik ugyanaz a nap különböző gazdatestekben, itt is tudjuk váltogatni a gazdatesteinket, úgyhogy nekünk abszolút hozta ezt az érzést vissza. És hogyha tetszett a könyv, akkor érdemes kipróbálnatok a játékot is, mert nagyon izgalmas. Igen, nekünk a kedvenc társas játékunk, és ugye kooperatív kitvötől is játszható már, úgyhogy ha ketten vagytok otthon, akkor már nagyon jó, és nagyon imádjuk. Ezt a könyvet nagyon ajánljuk azoknak, akik teljesen oda vannak a szuper csavaros, agytornáztató történetekért, ha már kiolvastad az összes krimit, ami elképzelhető, és már előre oldod meg Poirot helyett is a történeteket, akkor ezt nagyon ajánljuk. És hogyha imádtad a Sherlock sorozatot, és sosem vesztetted el a fonalat ezekben, vagy ha elvesztetted, akkor szeretted, hogy elvesztetted a fonalat, és utána újra megtaláltad, akkor ez abszolút neked való könyv lesz. Ha szereted az olyan történeteket, amikben jegyzetelni kell, vagy legalábbis úgy gondolod, hogy érdemes, és szereted, ha annyi kihívás nyújt egy történet, és olyan kemény dió, hogy tényleg már úgy érzed, hogy jegyzetelned kellett volna, akkor szintén neked való lesz ez a könyv. Illetve akkor is nagyon ajánljuk, hogyha szereted a kísérletezőbb narratívákat, itt ugye a különböző gazdatesteknek a hangjai miatt, illetve a megbízhatatlan narrátorokat, akkor ez szintén egy neked való történet. Nem ajánljuk viszont, hogyha nem szereted az olyan történeteket, amikben a csavarnak is van egy csavarja, és az utolsó pillanatban is várhat rád meglepetés, ha nem szereted a nyitott befejezéseket, ha science fiction-t várnál,
és mindenre szereted a tudományos magyarázatokat, vagy nem ajánljuk akkor, hogyha esetleg túl sok Downton Abbey-t néztél, főleg szinkronosan, és ezért zavar, hogyha a kiszolgáló személyzet tagjai nem feltétlenül azokat a feladatokat végzik, amiket a sorozatban megszoktál, vagy hogyha nem úgy hívják őket, és mondjuk a szobalányokat szolgáló lányoknak nevezik folyamatosan. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek el megnyomni a feliratkozás gomb mellett a csengőt, hogy mindig értesítést kapjatok a következő videóinkról, illetve a leírásban megtaláljátok az Instagram és a MOL elérhetőségeinket is, és várjuk a véleményeteket a könyvről, ha tetszett, ha nem, bármilyen észrevételt, amit megosztanátok szívesen velünk. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok! Na nézzük, kiként fogok most felébredni. Aha, jó, most a rendőr vagyok, akkor erős vagyok, ügyes vagyok, meg még okos is vagyok. Overkill. Oké. Aha, most van az, amikor Gregory Gold megtámadja a fő komornikon, szétveri, és aztán én elkapom, és jól leláncoljuk. És aztán megjelenik a pestis doktor. A pestis doktor. Már annyit segítettem. Miért nem tudod már megoldani ezt az ügyet? Hello, Evelyn Hardcastle vagyok. Az ott a nagymamám képe a falon. Megtaláltam Sebastian Bell orvosos ládáját. Azt mondja a kártya, hogy vedd el a hetes tárgyat. Mi van rajta? Ó, hát ez valamilyen szer. Ó, valami ilyen. Nem tudom kiolvasni ezeknek a neveit, ezeknek a gyógyszereknek, de valami hasznos lesz. Tök jó! Mit találtál? Egy pisztolyt. Ah, ez tök jó! Biztos ez ölte meg magát Evelyn. De hát Evelynnek ezüst színű pisztolya volt. Akkor ez mi a fene? Ah!